A világ tele van válaszra váló csodálatos talányokkal. Hogyan nő egy szilvamag nagyságú mag 20 méteres fává, amely ráadásul 50 különböző állatfa él? Vagy hogy hová repülnek télen a madarak, hogyan úsznak a halak? Milliónyi kérdés van, és utazás közben választ kapunk jó néhányra. Többek között ilyen feladattal is találkozhattak azok az általános iskolás diákok, akik részt vettek a cikói ökovetélkedőn. A játékos elméleti feladatok mellett a gyerekek a gyakorlatban is számot adtak tudásukról. Szőpkóstolás és a Butterflip nevű ügyességi játék aratta a legnagyobb sikert. Szabó Eszter elmesélte, nem kapkodták el a feladatok megoldását, inkább a helyes válaszadásra törekedtek. A környezetvédelemről volt szó, hát mi eléggé készültünk erre a verseny, de sajnos volt, ami nem tudtunk, de hát igyekeztünk nagyon. Nem tudom, a pontokat sajnos pont nem látom abban a szögből, úgyhogy azt ott a fiúk nézték a több csapattársaim. Mondjuk ez nehezebb volt, amikor itt, hogy ki vagyok én, ez a feladat, ezen sokat gondolkodtunk, és sajnos csak később jöttünk rá. De voltak tippjeink, de nem féltünk azért beválni. Próbáltunk inkább nyugodtabban gondolkozni, és végig gondolni a dolgokat. Illés Csaba szerint az érdekes feladatok között voltak olyanok, amikre a megoldást könnyen ki lehetett következtetni. A tippelős feladatok könnyebbek voltak, mivel az előző feladatokból tudtuk, hogy mire számíthatunk. Fábián Luce elmondta, minden feladatnál törekedtek arra, hogy az összes kérdést helyesen megválaszolják. A képek nagyon egyszerűek voltak, meg a túraútvonal is. Igazából nem nagyon volt olyan, vagy nem tudom, nem érzem úgy, hogy volt, ami bonyolultabb. Esetleg a három kép közül, hogy melyik lehet a legelső így. Talán azok. Szeretnénk benne lenni a top 3-ban azért, de hát nem tudom, szerintem jók vagyunk eddig. Erős Beáta, a zsűri tagja elmondta, a gyerekek a játékos feladatokon keresztül sokkal könnyebben tanulnak. Ez most már 5. éve kerül megrendezésre, sajnos a Covid miatt nem volt rá lehetőség, hogy összegyűjjenek a gyerekek. Egyébként mindig nagy érdeklődéssel fogadják ezt a versenyt, és én azt szeretem ebben, hogy amit eddig nem tudtak, azt most itt van lehetőségük megtanulni és elsajátítani. A cikói iskola szerintem egyébként abban nagyon erős és jó, hogy foglalkozik a környezettudatossággal, és a tanárok és a diákok is ebben nevelkednek benne, és ehhez szoktatják magukat. Eddig találkoztunk puzzle-lel. Szükség volt arra, hogy ismerik a hungarikumokat, hogy ezeket felismerjék. Másik fajta jellegű képkirakók voltak, illetve párosítás, összekötős játékok, és a nemzeti parkoknak az emblémáit kellett kiegészíteni, úgyhogy nagyon színes a repertoár a feladatokból, és akkor a második részben pedig egy World Café-szerű dolog lesz. Szabóné Bíró Gabriella elmesélte, minden évben változtat a feladat kérdésein, de vannak olyan témakörök, amiket kedvelnek a diákok. Ez egy ilyen ismeretterjesztő, környezetvédelmi, ökomegoldásokkal foglalkozó vetélkedő. A környékbeli falvaknak a tanulói jönnek el hozzánk ilyenkor. Aparhant, Győre, Tevel, Mórágy és Cikó, ugye a résztvevőink. Hát az elsősorban az a célunk, hogy a gyerekek itt picit egy ilyen szemléletformáláson menjenek át, illetve hát erősítsük meg azt, amit ugye tanórákon tanulnak. A környezetvédelmet tartsák fontosnak, szeressék a körülöttük lévő természetet, értékeljék azt. Ez a fő célunk. Általában úgy 6., 7., 8-osok szoktak jönni, jelen pillanatban 3 fős csapatokkal vannak itt. Hát 2 csoportra osztottam a feladatokat. Az első körben elsősorban természetvédelmi dolgokkal foglalkoztunk, például az év élőlényeivel, például a nemzeti parkokkal, hungarikumoknak a természeti környezethez kapcsolódó kategóriájával, és hát ugye ezzel próbáltam változatos feladatokkal megkínálni a gyerekeket. A második részben pedig egy picit az ügyességük, a gondolkodás módjuk, illetve hát egy picit ilyen gyakorlatilag dolgokat próbáltam nekik, ilyen feladatokat próbáltam nekik adni, illetve Butterflip játékkal készültünk, ugye itt ez az újrahasznosítás egyében, hogy egy palackot azért játékra is lehet használni, aztán szörpkóstolás lesz, gyógynövényekből készült szörpöket kóstolhatnak a gyerekek, és felismerhetik ezeket, illetve szelektív hulladékgyűjtéssel is foglalkoznak majd. A játékos és ismeretterjesztő feladatoknak köszönhetően az általános iskolás diákok könnyedén megtanulhatták,
hogyan tehetnek azért, hogy megóvják a környezetüket.